hogy egyre inkább mérsékeltebbé válik, és már az is felvetődött, hogy esetleg Salviniék csatlakoznának az Európai Néppárthoz, ami egy érdekes fordulat, helycserés, támadás lenne. Ez nekem egyébként nem úgy tűnik, mint hogyha Orbán Viktornak egy akkora politikai siker lenne, de valóban szerintem nem lehet itt kihirdetni azt, aki nyert, ki veszített ebben a játszámban egy hosszabb távon. Rövid távon azért ez a Fidesz számára mindenképpen vereség, mert azért az derült ki, hogy amit a Fidesz képvisel, és amit a Fidesz gondol keresztény demokráciáról, konzervativizmusról, Európáról, európaiságról, jogállamiságról, azt az Európai Néppárt többsége máshogy gondolja. Ugye a Fidesz azt is mondta korábban Orbán Viktor, hogy megpróbálja az Európai Néppártot átalakítani, a maga képére formálni, ez sem sikerült. És azért lássuk be, hogy a 2019-es európai parlamenti választáson sem történt meg az az illiberális fordulat áttörés, amiben egyébként Orbán Viktor reménykedett. Ezzel együtt azzal egyetértek, hogy a bizonyos értelemben a szabadsága növekszik, hiszen a bizonyos kötelmek azért voltak az Európai Néppárton belül. Mondjuk olyasmire lehet gondolni, hogy nagyon sok olyan szavazás volt, amikor a Fidesz nyilvánvalóan a párt kötöttség miatt bizonyos dolgokat megszavazott, olyanokat is, amiről egyébként Magyarországon egészen mást mondott. Akár Oroszországgal kapcsolatos szankciókról beszélünk, de nemrégiben például megszavazott egy olyan szöveget is, amivel mondjuk a liberális demokráciát méltatták. Ilyet egyébként Magyarországon a Fidesz soha nem szokott tenni. Ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy a radikalizálódás felé tolja a Fidesz ez a mostani helyzet. Hogy ez egyébként neki jó-e, meg belpolitikailag ezt hasznos-e, ebbe én azért nem vagyok teljesen biztos. A tekintetben viszont igazán a Mariannak, hogy ez biztosan a Brüsszellel való szembenállást és ezt a retorikát, ezt fokozhatja, de én azért olyan nagy visszafogottságot eddig sem éreztem a Fideszben. Én inkább úgy érzem, hogy talán most érkezett el az a pont, hogy az Európai Néppártban is megunták már azt, hogy hát folyamatosan bokzsákként használja ugye Orbán Viktor őket. Marian, akkor egyrészt kérlek, hogy az elmaradt két mondatot az előző megszólásod végéről majd ismételd el, és kérlek, hogy arra is térj ki, hogy ugye beszéltünk arról, hogy feltehetően a fideszes kemény magot ez nem hogy eltántorítani a párttól, hanem valószínűleg még inkább egyébként elkötelezi őket. Viszont mi lesz azzal a külső karéjjal, a kevésbé elkötelezett szavazókkal, akiknek a szavazataira mindenképpen szüksége van a Fidesznek, és szüksége is volt 2018-ban, 2014-ben és 2010-ben is, az ő elköteleződésükre hathat-e bármilyen formában, kialakulhat emiatt a Fideszről egy olyan kép, hogy ők valamilyen módon EU ellenesek lennének, erősíteti ezt az imást róluk a magyar társadalomban szerinted? Nézd, Marci, megfordítanám a dolgot, tehát, hogy a kérdésed második felére válaszolva először, nem feltétlenül távolítja el a Fidesz Európától az, hogy nem az Európai Néppártban van. Persze, természetesen a radikális jobb oldal és a szuverenista Európa képet hirdető politikai tömörülésekhez teljesen nyilvánvalóan tartozó politikai pártként tűnik most már fel a Fidesz, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, de igaziból, amiről Szabolcs is beszélt, hogy a Fidesznek a hazai, a belföldi kommunikációját és üzeneteit, hát azért iszonyatosan kemény kampányok voltak, akár Brüsszellel, akár néppárti politikusokkal, emlékezzünk csak vissza Jean-Claude Junckert érintő politikai kampányokra, akár óriás plakátokra, szórólapokra és nagyon-nagyon kemény üzenetekre, akár az Európai Bizottságot érintő ez a soros hálózathoz tartozással kapcsolatos vádakra, amit a teljes kormánypárt a magáénak vallott. Itt említeném meg újból a KDNP-t, akik nem hiszem, hogy sokkal mérsékeltebb véleményt fogalmaztak volna meg ezzel kapcsolatban. De hogy mit gondolnak erről a szavazók, a Fidesz szavazói, ezt természetesen én nem tudhatom. Amit gondolok arról, hogy nekik nagyon könnyen eladható lesz az, hogy Brüsszel újabb és újabb szuverenitást érintő hatásköröket akar megszerezni, és hogy valójában a néppárt feladta önálló identitását akkor, amikor egyességet kötött más nagy európai parlamenti frakciókkal, és gyakorlatilag azért az Európai Parlamentben nagyon sok minden hatalmas többséggel megy át. Ez így van, már ez a második ciklus, amit az Európai Unióban figyelemmel követünk. Tény az, hogy vannak nagy politikai viták is, tény az is, hogy az Európai Néppárt nagyon sokáig megvédte a Fideszt,
És ebben utalok vissza arra a két mondatra, amit talán nem hallottatok, hogy valójában ugye itt nem a Fidesz változott, hanem talán az Európai Néppárt vált karakán abban Európa pártibbá szemben a szuverenitási ügyekkel és kérdésekkel, amely ugye a Fidesz kommunikációjában főleg belföldön nagyon sikeres. És én azt gondolom, hogy a mérsékeltebb fideszes szavazók között is. Nem vagyok ebben teljesen biztos, és amit Szabolcs említett, hogy a magyar társadalom még mindig 70-80%-os alsó hangon az Európai Uniós tagság, és egyébként nagyon sok uniós ügy támogatottsága Magyarországon. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy a Fidesznek egy választási kampányban, egy országgyűlési választási kampányban az Európa kérdés és az Európa politika a legjobb eszköze. De az biztos, hogy jelenleg a Fidesznek érdeke volt elszakadni, vagy érdeke lenne teljesen elszakadni az Európai Néppárttól, és az Európai Néppártnak is érdeke lenne teljesen elszakadni a Fidesztől, egyéni és aktuális politikai érdeküket tekintem, heteken belül benyújtja a Fidesz a jogállamisági rendelettel kapcsolatos, a német EU-s elnökség által kidolgozott és az Európai Tanács által elfogadott rendeletet, amelyet ugye az Európai Bizottságnak kell végrehajtania, de jogvitája a Fidesznek nem az Európai Bizottságban van ebben a kérdésben, hanem valójában az összes többi állam és kormányfővel leszámítva a lengyeleket. Én azt gondolom, hogy valójában ez állt a háttérben, és sem a néppárt, sem a Fidesz nem vállalhatta fel azt, hogy a saját politikai közösségén belül, vagy éppen avval szemben támadja meg a bíróságon azt a rendeletet, amelyet egyébként a német elnökség és a legnagyobb német kormánypárt és Angela Merkel pártja, aki egyébként az EU vezetője, elnöke volt, amikor ezt kidolgozták, teljesen jogszerűnek tart. Én ezt egy új szempontként próbálom felvetni, de nem tudom, hogy Szabolcs például mit gondol arról, hogy itt a jogállamisági vizsgálattal, eljárással és a rendelettel kapcsolatos lehet ez az egész ügy, és sokkal kevésbé frakció alapszabályokkal és más részletszabályokkal. Akkor Szabolcs, legyen ez a záró kérdés hozzád, és akkor kérlek, hogy fejtsd ki az ezzel kapcsolatos gondolatot, amit felvetett Marian. Én is azt gondolom, hogy a frakció szabályzattal kapcsolatos technikai kérdések azok másodlagosak. Nyilván ürügynek jó volt, nem itt dőlt ez a harc. Tehát valóban érdemes egy kis tágabb perspektívával szemlélni, és ebben valóban ott van ez a jogállamisági eljárás. Azt gondolom, hogy a Fidesz számára már az kiderült, hogy a néppárti tagság e tekintetben már nem nyújt védelmet. Egyébként ez nem most derült ki, hanem elég a fideszesek számára ez látható volt drámai módon még 2018 őszén a Strasbourgban a Sargentini jelentésről szóló szavazáson, ahol ugye, mint kiderült, ugye az Európai Parlament kétharmaddal megszavazta a 7-es cikke szerinti eljárást, és az Európai Néppárti képviselők többsége is megszavazta ezt. Azt gondolom, hogy ez egy komoly fordulópont és törés volt. Innen még lehetne hozni valamennyire a dolgot, de aztán látszott, hogy ez a folyamat már visszafordíthatatlan. Úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy ez összefüggésben lehet ezzel. És azért az látszik, hogy miközben azzal kezdtük a beszélgetést, hogy indokolta az ellenzéknek azt, hogy itt pesgőt bontson és ünnepeljen, hogy egy szempontból azért igen, hogy azért mondjuk ki, hogy azt a vereség azért az vereség, és a Fidesz itt azért szenvedett vereséget, mert itt most kiderült az, hogy egyrészt kisebbségben van az Európai Unión belül, az Európai Néppárton és általában az Európai Unión belül is az a felfogás, amit a miniszterelnök, az az illiberalizmus, most bármit is jelentsen ez, amit a miniszterelnök képvisel, és hogy bizony mindenfajta trükkökkel Fidesz ugye tud lavírozni, és a miniszterelnök tud lavírozni, de a lényeg az, hogy ez a mechanizmus létrejött, ez mégiscsak megtörtént. Most az valóban egy fontos kérdés, hogy ezt mikortól, hogyan fogják alkalmazni, mennyiben fogja befolyásolni ez akár a 2022-es választásokat. Ezzel kapcsolatban is vannak azt hiszem túlzott várakozásai az ellenzéknek, de ezzel együtt összességében a folyamat iránya azért az egyértelmű, és ez a Fidesz számára kedvezőtlen. Innentől kezdve azt gondolom, hogy talán azért is lépett ki, vagy lépett így most a Fidesz, vagy provokálta ki ezt a helyzetet, mert nincs veszíteni valója e tekintetben. Akkor már úgy gondolják talán, hogy érdemes végigjátszani ezt a mérkőzést, és igazából ami Orbán Viktornak számít, az a hazai közvélemény,
és nyilvánvalóan a jövő évi választás. Tehát itt remélem, amit én mondom, hogy ezt nem tudom, még nem tudjuk szerintem megítélni, hogy ez a számítás bejöhet vagy sem. A kemény magnál ez biztos jó pont, ugyanakkor a Fidesz jobbról is éri nyomás egyre inkább, hát már látjuk, hogy ma a Mi Hazánk jelezte, hogy akkor megint elővette a népszavazás gondolatát az uniós tagságról, és nyilván ez a Fidesz szám felé is egy nyomásra, akkor tessék, akkor vállaljátok, ezt álljatok az élére, nem valószínű, hogy ez meg fog történni. Ugyanakkor itt is folyik, tehát a radikális szavazókért is folyik azért egy küzdelem, és ebben a Mi Hazánk akár kellemetlen is tud lenni a Fidesz számára. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett kérdés, és valóban érdemes az egész folyamatot tekinteni, és azt, hogy mi az irány, az egyértelmű. Én azt gondolom, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt mostani szakítása úgy lehetne leírni, hogy szétvált az, ami már régen nem tartozott össze. Szerető Szabolcsnak, a Magyar Hang főmunkatársának és Bíró Mariannának, a telex.hu újságírójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok. Sziasztok! Köszönjük szépen a lehetőséget. Hamarosan folytatódik a műsorunk, mert mindig nincs vége, érkezik majd a következő panel, amelyben Lakner Zoltán és Bíró Nagy András lesznek a vendégeim, utána pedig európai parlamenti képviselők érkeznek majd az adásba, itt lesz velünk Újhely István, az MSZP-EP képviselője, Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője, illetve Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője, tehát nagyjából 8 óráig még további panelekkel érkezünk, és abban fogjuk kitárgyalni azt, hogy pontosan mik a következményei a Fidesz szakításának az Európai Néppárt frakciójával, mit fog ez jelenteni úgy általában a néppárti politika alakulásával kapcsolatban, mit fog eredményezni az európai parlamenti erőviszonyok alakulásával, és hát lesz-e egyáltalán bármilyen belpolitikai, hazai következménye ennek. A korábbi panelekben itt volt velünk Magyari Péter, illetve Halmai Katalin, Magyari Péter a 444.hu újságírója, Halmai Katalin a Népszava brüsszeli tudósítója, itt volt velünk Papp Szilárd István, a Mérce szerzője, illetve Tehet Péter, az azonnali főmunkatársa. Ezeket a beszélgetéseket egyébként vissza tudjátok majd nézni, hogyha véget ért a teljes műsor folyam, akár a Facebookon követtek minket, akár a YouTube-on, ezeket a videókat, vagy ezeket a beszélgetéseket az élő adás végén vissza lehet majd pörgetni. Most mindjárt folytatódik majd maga a műsor. Ugye Novák Katalin volt az, aki bejelentette a mai napon egy Facebook posztban, hogy szakítanak az Európai Néppárt frakciójával. Ugye ezt arra válaszul hozták és lépett ki 11 EP képviselő, hogy a néppárton belül egy komoly mechanizmus léptettek életbe, amelynek eredménye az lehetett volna, hogy az Fideszt ténylegesen kiteszik a néppárti frakcióból. Ezt ugye Orbán Viktor már régóta bejelentette, hogy nem kívánja megvárni, ő nem fogja átadni a kezdeményezés lehetőségét a néppárt számára, hanem ő maga veszi majd kezébe az irányítást. Ez történt, amikor a kiléptetésükről végül is ilyen formában döntöttek. Faramuci helyzet, hogy továbbra is van egy felfüggesztett néppárti tagságuk, ami továbbra is életben van, illetve hogy 11 EP képviselő lépett ki, de egy EP képviselő, aki a Fidesz-szel közösen szerzett mandátumot, egy KDNP-s képviselő, továbbra is ott maradt a néppártban. Erről Magyari Péter azt mondta, hogy ez egy klasszikus fideszes taktika, aminek az a lényege, hogy nem árt, hogyha mindig marad valaki a tárgyaló asztalnál, mert úgy lehet elérni azt, hogy ne őket szolgálják fel vacsorául, hanem ők maguk is részesülhessenek egy-két morzsából a vacsorát illetően. És közben meg is érkeztek ide a műsorba Lakner Zoltán, politológus, a Jelen heti lap főszerkesztője. Szervusz! Szervusztok, jó estét kívánok! Illetve Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, politológus. Szervusz! Jó estét, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük azzal, hogy 2006 és 2014 között a néppárt meghatározó szövetségese volt a Fidesznek, nem csak az európai szintéren, hanem a hazai kampányokban is, ugye rendszeresen megjelentek különböző rendezvényeiken, legitimációt biztosítottak és egy Európa párti karaktert a Fidesz számára, ami aztán különböző okokból megváltozott 2014-től kezdődően. András, először hozzád fordulnék, hogy mi volt a legfontosabb szövetségesi eleme ennek az együttműködésnek, miért volt fontos szövetségese a néppártnak a Fidesz, mit nyert tőle ebben az időszakban 2006-tól kezdődően? Az Európai Néppárti Tagság azt jelentette a Fidesz számára, hogy pontosan annál az asztalnál ül, ahol ülni kell, hogyha az ember szeretné befolyásolni az uniós döntéseket. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt bő 10 évben, nem csak az Európai Bizottság élén, de a többi nagy uniós intézmény élén is azért nagyon sok éven keresztül néppárti politikusok ültek. Tehát igazából, hogyha a Fidesz szerette volna, és már pedig szerette volna befolyásolni azt, hogy Európa
európai szinten mi történik, illetve szeretett volna első kézből információkkal bírni arról, hogy mik a legfőbb európai trendek, akkor egyértelműen az Európai Néppárton belül kellett minél jobb helyet elfoglalni, és hát ne felejtsük el azt, amit már itt több vendég is hangsúlyozott az adás folyamán, hogy védelmet nyújtott az Európai Néppárt egy olyan időszakban, amikor pedig teljesen egyértelmű volt most már sok éve, hogy Orbán Viktor igazi barátai nem a néppárton belül vannak, hanem az európai szélsőjobboldalon, vagy pedig, ha nem is a szélsőjobboldali frakcióban, akkor az euroszkeptikus lengyelek által vezetett frakcióban. 2014-ben egyébként még Jean-Claude Junckerért kampányolt Dajs Tamás, tehát azt talán még érdemes hangsúlyozni, hogy valóban 14-es kampány még ebből a szempontból kivételnek számít, hogyha egy utólag visszanézzük az elmúlt néhány évnek a fejleményeit, de igazából a lelkitörés, úgy szoktam írni, hogy a lelki szakítás a néppárt és a Fidesz között legkésőbb 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadásával megtörtént. Onnan igazából egy nagyon elhúzódó szappanoperába illő 2,5 oldalas vállópert láthatunk, aminek ugye olyan állomásai voltak, mint a Juncker ellenes plakátkampány, vagy a 19-es EP kampány, amikor Strache vagy Salvini mellett kampányolt Orbán Viktor, és nem a néppárti politikusok mellett, és hát nyilvánvalóan az utóbbi évnek a legfontosabb eseménye, a költségvetési vita, pedig azt gondolom, hogy már tényleg túl sok volt ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot föl lehessen tartani. Ez azt hiszem Angela Merkelnek is addig volt fontos, hogy ez a kapcsolat ilyen szinten megmaradjon, amíg a helyreállítási alap és az uniós költségvetés el nincs fogadva. Ezen túl vagyunk, és itt most már el lehetett engedni Orbán Viktor kezét. Zoltán, hozzád fordulok, részben ez a kérdés hozzád is, de kérlek, hogy egészíts ki azzal, hogy szerinted mik voltak azok a politikai törésvonalak, mik voltak azok a politikai érdekek, ami kifejezetten megváltoztatták ezt a pro-néppárti attitűdjét a Fidesznek? Hát ami ezt a védőernyő szerepet, illetve a Fidesznek a néppártban való belülmaradását, mint fontos érdeket illeti, ha az ember visszalapoz ahhoz, hogy hogyan kezdődött a Fidesz és a néppárt története 2000-ben, ugye hát az egy nagyon tudatos döntés volt, túl azon persze a Fidesz valóban lejött a liberális pályáról, és áthangolta az egész politikáját, de az európai politikában ez egy nagyon fontos érdekvezérelt döntés volt már akkor is. Tulajdonképpen elég nyíltan beszéltek erről, hogy egy erősebb pártcsaládhoz tartozhassanak, és ennek a Fidesz ellenzékből is, és kormányon is számos előnyét élvezte az elmúlt két évtizedben, és azért az elmúlt évek fejleményeihez talán az is hozzátartozik, hogy bár időről időre, tehát a 19-es felfüggesztéskor és most a 21-es frakcióból való kilépéskor is Orbán Viktor megpróbál úgy tenni, mintha ezek az ő döntései lennének, tehát a konkrét döntést ő mondja ki ezekkel kapcsolatosan, de hát azért arra emlékezhetünk, hogy egyrészt a néppárti bölcsekkel, vagy nem annyira bölcsekkel szemben a Fidesz is fölállította a maga tárgyaló delegációját, ami sokkal fontosabb, hogy Gulyás Gergely időnként Balogh Zoltánnal kiegészülve az elmúlt két évben sokat járt tárgyalni Berlinbe, hogy a néppárt legfontosabb tagpártját, a német kormánypártot, a CDU-t hát jobb belátásra bírja, vagyis hát rendezze a viszonyokat a német kereszténydemokratákkal, akik amúgy is különböző okokból olykor meg voltak bántódva a Fideszre, tehát azért, ha mondjuk valaki nézi mondjuk a magyar állami televíziót, ott inkább az AfD melletti állásfoglalásokat fog látni, és nem a CDU mellettieket, és sok személyes támadás is éri, nem Orbántól, aki mindig egy ilyen szirupos tisztelettel beszél a kancelláról, hanem az ő publicistáitól, a propaganda gépezet részéről sok támadás érte Merkel. Szóval, hogy sokat tett a Fidesz azért, hogy az a helyzet, ami ma előállt, az ne álljon elő. És amiben a kérdésed másik részét illetéred, adnék egy olyasfajta választ, hogy nekem az a benyomásom, hogy az olyasfajta politikusok, amilyen Orbán is, ezek a populista, szélsőjobboldali politikusok időnként, mintha abban az értelemben a saját politikai üzeneteik hatása alá kerülnének, hogy elfeledkeznek arról, hogy bár ők azt mondják, hogy az egész nép véleményét képviselik, de nem ők az egész nép. Tehát azok a politikusok, azok a konzervatív, szocialista, zöld vagy liberális politikusok Európa szerte, akik különböző ügyekben állást foglaltak Orbánnal szemben, konfliktusba kerültek vele, azoknak is megvannak a maguk szavazói Európában, a saját országaikban, és ezek a szavazók időről időre ezekben a konfliktusokban jelezték a saját pártjuk
pártjaik vezetései felé, hogy ők más gondolnak erről a dologról, hogy lehet, hogy itt politikai alkukat kell kötni, de itt határátlépéseket érzékelnek, és úgy tűnik, hogy ez a nyomás, ez halmozódott. Ezeknek a politikusoknak is vannak választóik, nekik oda kell megfelelniük, az ő számukra kell megfelelniük, és ez a nyomás tovább már nem volt tartható, és van még egy tényező, ami szintén így a dolog visszájára fordulását mutatja, amire András itt az utolsó mondatában utalt, hogy nevezetesen persze Orbánnak komoly alkuerőt adott az, hogy ő vétóval fenyegetette, persze beszélgettünk akkor is, hogy mennyire volt blöff, vagy mennyire vette ezt túl komolyan adott esetben a többi állami és kormányfő, a magyar és lengyel vétófenyegetést, de lehetett egy alkupozíciója azért, mert hogy konszenzussal lehet csak elfogadni a költségvetést és a helyreállítási alapot, na de hát ez fordítva is igaz, hogyha ez megvan, akkor már nincsen rá szükség. Kicsit olyan ez, mint ha már a 2000-es eseményeket idéztem, mint a 2 éves költségvetés volt a kisgazdapártra, és addig volt szüksége a Fidesznek, ameddig a 2 éves költségvetést keresztül nem vitte. Humorizáltuk itt az előző panelekben már azon, hogy politikai jellemző volt ott párkapcsolati szakértő legyen a talpán, aki képes kibogozni azt, hogy most egyrésztről a frakcióval kilépett a Fidesz, de tart egy 2 éves felfüggesztése a tagsági viszonyával kapcsolatban, ami miatt még továbbra is kvázi tagja ugye az Európai Néppártnak, de a frakcióban is maradt bent egy képviselője, akivel közös listán szerzett mandátumot. Tehát, hogy igazából kibogozhatatlan az a viszonyrendszer, amiben most gyakorlatilag bent is van, és kint is van egyszerre a Fidesz frakcióból, néppártból. Azt értjük, hogy a Fidesznek milyen módokon hozott hasznot az elmúlt években, vagy akár évtizedes viszonylatban a néppárti tagság, vagy a néppárti támogatás, de a néppártnak miért állt érdekében folyamatosan ezt a pofozózsák szerepet biztosítani Orbán számára? Mit tudott ez a 12 európai képviselő mandátuma biztosítani a több száz fős európai néppárt számára, ami miatt eltűrték azt, hogy folyamatosan ezeket a vörös vonalakat Orbán Viktor húzza újra és újra, és ilyen értelemben mindenfajta morális integritását, ha egyáltalán volt neki, az Európai Néppárt kényszerűen feladjon? Elsőként akkor András, nálad a szó. Volt egy olyan mondás nagyon sokáig az európai néppárti politikusok körében, hogy jobb bent tartani Orbán Viktort, és jobb még mindig az a helyzet, amikor ő belül van, és nem kívül randalírozik, hanem belülről esetleg lehet rá hatni. Persze az utóbbi évek fejleményei fényében azért végig lehet gondolni, hogy ez mennyire volt egy reális várakozás, de valahogy mindig az volt az elképzelés az Európai Néppárton belül, és a CDU részéről is, hogy így még valamennyire lehet ráhatni, lehet valamennyire kontrollálni, akár lehet valamennyire konszolidálni is. Tehát ez az elmélet azért ott volt, és a Fidesz is rájátszott őszintén szólva, főleg 2010 és 14 között, akkor a saját tapasztalatom is az, hogy fideszesek Brüsszelben abban a ciklusban azt mondogatták rendszerint, hogy fogadjatok el minket, legyetek jóban velünk, mert ha mi nem tetszünk nektek, akkor majd helyettünk jön a Jobbik, és az nektek sokkal rosszabb lesz. Tehát még mindig ott volt az a típusú fenyegetés, hogy a Fidesz a Jobbikhoz képest, és most persze nem a mostani Jobbikról beszélünk, hanem a 2010 és 14 közötti zászlóégető Jobbikról beszélünk, abban az esetben az Európai Néppárton belül, illetve általában véve az európai politikában még mindig úgy kezelhették a Fidesz, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha az a szörnyűséges Jobbik nevű szélső jobboldal kerül hatalomra. De amit említettetek az elején is, hogy a 12 képviselő, vagy 13 képviselő, amit rendszerint, akárhogy is nézzük, az elmúlt évtizedben stabilan szállította a Fidesz, az egyre értékesebb volt az Európai Néppárton belül, mert az Európai Néppárt pedig egy egyre zsugorodó párt volt, tehát nem csak a szociáldemokraták, hanem a néppárt is, tehát általában ez a nagy koalíciós centrum, amely alkotta az európai politikát nagyon régóta, ez folyamatosan gyengült, és ebben felértékelődött a Fidesznek a stabil mandátumszállító képessége. Egészen mostanáig, most a 19 utáni ciklusban már odáig jutottak, hogy a harmadik, negyedik legnagyobb frakció környékén voltak az Európai Néppárton belül is. Tehát igazán kiugróan csak a németek uralták ezt a politikai csoportosulást. Ezt követően már olyanok jöttek, mint a lengyelek, akik persze rosszban voltak egyébként Orbán Viktorékkal, hiszen itt Kaczynszki politikai ellenfeleiről van szó a néppárton belül, de mondjuk a spanyol vagy a román delegáció sem sokkal acélosabb, mint mondjuk a Fidesz, sőt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesznek a politikai pozíciója egyre jobban erősödött, és 19 után is még
erős volt, annak ellenére, hogy egyébként már egy felfüggesztett pártról beszéltünk az Európai Néppárt viszonylatában. Zoltán? Hát így van, a parlamenti matematikában akár egy-két mandátumnak is lehet nagyon fontos szerepe, és valóban az volt a helyzet, hogy az Európai Néppárt egy az utóbbi időben zsugorodó frakcióval rendelkezett, és azon belül viszont a Fidesznek a Fidesz delegáció létszáma az állandónak mutatkozott, tehát azért ez egy elég egyértelmű és fontos érdek egy olyan szituációban, amikor az Európai Néppártnak folyton ugye azzal kellett szembenéznie, hogy előbb nagy koalícióban, majd most már annál is nagyobb koalícióban tud többséget biztosítani az Európai Parlamentben, és hát például a legutóbbi Európai Bizottsági Elnök megválasztásánál igazából még szét is szavaztak a frakciók, és persze elég sokan mondták azt magukról, hogy az ő voksaik nélkül nem szavazták volna meg Ursula von der Leyen, tehát ez sokakra elmondható, a Fidesz nélkül sem lett volna meg ez éppenséggel. Ennyiből ez a fajta kezelhetőség és házon belül tudhatósága a Fidesznek a parlamenti matematika szempontjából fontos lehetett, és hát a másik dolog valóban ez egy stratégiai kérdés, hogy hogyan kezeljünk egy olyan pártot, amely hát elkanászodik, elhagyja a főáramot. Mi mondhatjuk itt gúnyosan Magyarországon, hogy hát mit gondolt az Európai Néppárt, hogy majd konszolidálódni fog a Fidesz a nem tudom hányadik ciklusában. Ezt én úgy emlékszem, hogy Magyarországon is elég sokan gondolták. Szóval miért ne gondolhatták volna éppenséggel az Európai Néppártban is? És egyébként, hogyha, és akkor itt összekapcsolnám a parlamenti matematika, meg a stratégiai kérdést, nyilván árgus szemekkel fogja mindenki figyelni, hogy hova tart majd a Fidesz, és azért ez egy komoly veszély lehetett 2019 első felében az EP választást megelőzően, amikor például Orbán arra számított, hogy majd az ő néppárton kívüli barátai fognak áttörni Európa szerte, egyáltalán nem tűnt mindegynek, mondjuk Manfred Weber számára, hogy a Fidesz voksaival, illetve mandátumaival kalkulálhat-e az új Európai Parlamentben, amely 2019-ben jön létre, vagy pedig ezek egy másik frakciónál fognak kikötni, és adott esetben nemhogy nem számíthat rájuk, de kifejezetten szembe jöhetnek. Nagyon kifutottunk az időnkből, de egyetlen kérdést szeretném még, hogyha megválaszolnátok röviden egy-két mondatban, nevezetesen azt, hogy szerintetek lehet-e ebből bármilyen belpolitikai hasznot húznia az ellenzéknek, mennyiben megalapozottak az ezzel kapcsolatos reménykedések, amelyek a mai napon meghatározták legalábbis a különböző közösségi média felületeken az ellenzéki pártok vezetőinek, prominens politikusainak a megnyilvánulásait. És akkor elsőként Zoltán, utána pedig András. Talán abból a szempontból lehet ebből belpolitikai ügy, hogy én azt gondolom, hogy ami ma történt, az egy jele annak, hogy tehát, hogy Orbán nem tud mindent előre kiszámolni, és minden eseményt olyan módon alakítani, ahogyan ő azt deklaráltan szeretné. Szerintem tévedések, az ő tévedéseinek a sorozata vezetett el ehhez a helyzethez, sokszor mérte föl rosszul az erőviszonyokat. Ennek nem gondolom, hogy közvetlen belpolitikai következménye van, de valamiféle képet mégiscsak mutat arról, hogy milyen állapotban van ez a kormányzás, ami személyesen Orbán Viktorhoz kötődik. Köszönöm, András. Én úgy látom, hogy a saját szavazói körében ez semmilyen megrázkódtatást nem fog okozni. Ezt azért gondolom, mert nagyon föl vannak már készítve akár a saját sajtójuk által arra, hogy kik az igazi barátok. És ugye az Európai Néppárt kritikája is évek óta zajlik, tehát azt gondolom, hogy saját szavazók körében ez nem lesz egy különösebb probléma. Az ellenzéki politika ebből közvetlenül nem hiszem, hogy nagyon sokat fog tudni profitálni. Nyilván egy magas labda volt, amit le kellett csapni. Talán annyiban segítheti az ellenzéki kampányt 2022-re, hogy az ellenzéket egy összefogó egyik fontos téma az országnak a nyugati orientációja, az Európa melletti elkötelezettsége, szemben azzal a kormánnyal, amely inkább kínai és orosz barátságot kínál. Ezt a narratívát azt hiszem csak erősíti az, ami ma történt. Lakner Zoltán, politológus, a Jelen heti lap főszerkesztője, illetve Bíró Nagy András, politológus, a Policy Solutions igazgatója. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok velünk, szervusztok! Köszönjük szépen! Ez a Partizán különkiadása a Fidesz néppárti frakcióból történő kilépése kapcsán. Hamarosan érkezik hozzánk Újhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője, utána érkezik hozzánk Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője, végül pedig majd Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. Az előző nagyjából egy-másfél órában különböző panelekben hazai újságírókkal, elemzőkkel vettük végig azt, hogy milyen
folyamatok vezethettek a Fidesz mai kilépéséhez. Pontosabban milyen következmény lehetnek annak, amit ma meglépett a Fidesz az Európai Néppártra nézve, az európai parlamenti erőviszonyokra nézve, és hogy lehet ebből bármilyen messze menő belpolitikai következtetéseket levonni. Ezt fogjuk átbeszélni most Újhely Istvánnal is, aki már itt van velünk a vonalban. Szervusz István! Sziasztok! Bocsánat itt a furcsa képért és hangért, de ülök az ATV előtt a kocsiban, mert utána egyből felrohanok a stúdióba. Igen, és nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, és hogy még pont most nyilatkozat előtt nekünk is nyilatkozol. István, ugye ma a Facebookon egy olyan poszttal kommentáltad a Fidesz kilépését, miszerint megnyugvás az egységes Európa híveinek, stratégiai vereség Orbánnak. Itt az előző panelekben megszólalt vendégeink alapvetően azt mondták, hogy teljesen érthető, sőt, politikai szükségszerűség, hogy az ellenzék triumfáljon egy ilyen esetben. De valóban lehet ebből olyan messze menő következtetéseket levonni, hogy itt most az Európa párti erők arattak győzelmet, és Orbán pedig vereséget. Nem túlzottak-e ezek az elvárások a mai fejleményekkel kapcsolatban? Nem túlzottak, hiszen mi belülről megéljük, akik ott vagyunk az európai brüsszeli buborékban, hogy nagyon sok esetben azért mentették Orbán Viktort meg, mert a néppárt nem bírt saját magában dűlőre jutni, hogy mit csináljon. Először hittek abban, hogy jobb az akol melegében tartani és ott rászólni néha, aztán Merkel nagyon sokszor közbelépett, és a nagy német tőkének az érdekeinek képviselőjeként kihúzta a problémákból Orbán Viktort. Aztán pedig ne felejtsük el, hogy 2 évvel ezelőtt az, hogy egyébként Ursula von der Leyen lehetett a bizottság elnöke, és nem a szocialista Franz Timmermans, az részben annak köszönhető, hogy a néppárt eredményéhez hozzátartozott a bentülő fideszes KDNP-s és a hozzájuk csatlakozó RMDSZ-es képviselők közössége. Tehát eddig folyamatosan kellett a Fidesz a parlamenti matekban is, meg Orbán Viktor a néppártnak is, de ennek a kényszerházasságnak vége, és új idők fognak jönni. Nyilvánvaló ez a konfliktus már előre vetíti azt is, hogy például a jogállamisági mechanizmus kapcsán beinduló európai bizottsági vizsgálatok, az arra majd megszülető tanácsi határozatok, ott, ahol az EPP-s miniszterek, miniszterelnökök csak azért védték meg sokszor a Fidesz képviselőit, mert mégiscsak egy családhoz tartoznak, ennek vége. Ez azt is jelenti persze, hogy egyébként Magyarországnak árt rövid távon ez a történet. Éppen ezért hangsúlyoztam ebben a nyilatkozatban azt is, hogy most nekünk, akik az európai, nevezzük úgy, hogy Európa párti nagy koalíció tagjai vagyunk, benne a néppárt, benne a Renew, benne az SND, most nekünk például, magyar EP képviselőknek a mi dolgunk az, hogy próbáljuk a jó arcát, a normalitását mutatni Magyarországnak az Európai Unió fele. Szerinted miért pont most került sor erre a kenyértörésre? Szerintem még az európai parlamenti ügyeket közelről követők számára is meglepetés számba mehetett az, hogy pont ez a hatásmechanizmusnak az életbe léptetése okozta ezt a kenyértörést, hiszen mindenki azt feltételezte, hogyha egyébként ezt a költségvetési vitát, amit ugye a Fidesz a lengyelekkel közösen folyamatosan hátráltatott decemberben, szóval hogyha ez benyelte neki a néppárt, akkor innentől kezdve nem nagyon lehetett elképzelni, mi lesz az a konfliktus, ami egy ilyen állapotot előhozhat. Miért pont most március elején került sor arra, hogy lépett a néppárti frakció, és erre úgy döntött Orbán Viktor, hogy akkor lépünk mi is? Bocs, Marci, de ott volt a mondatod elején a december, a vétó. Ott tört el a dolog. Tehát ott eldöntötte a Soros elnök, Németország kancellárja Merkel asszony, hogy leveszik a kezüket, a védernyőt, a magyar miniszterelnökről. És akkor az életben az most arra? Persze. Hát ugye utána jelentette be rögtön a frakcióvezető Weber, hogy, és ugye itt is, akik figyelik a politikát, tudják, hogy a CDU-CSU nem mozgott mindig együtt ebben a kérdésben. De hát Németországban szövetségi választások jönnek az idén. Tehát az, hogy egyébként a német sajtó többet foglalkozik Orbánék botrányaival, mint egyébként a magyar sajtó leszámítva a tisztelet a kivételnek orgánumokat, azért az jól mutatja, hogy a német belpolitikában nyomás alá helyeződött a CDU-CSU kettős, és ott, amikor ez a vétó fenyegette az egész Európai Unió sorsát, mert itt nem a jogállamiság volt az izgalmas másoknak, hanem a 7 éves költségvetés és Európa újjáépítése. Meg persze Merkel asszony, hogy is fogalmazzam, pályafutásának megkoronázása, hogy német
kancellárként, Soros elnökként átviszi az európai intézményeken a nagy csomagot, amelybe a jogállamiság is beletartozott, és a végén akkor nagyon sokan kritizáltak engem, hogy én azt mondtam, hogy egyébként Orbán vereséget szenvedett ott a unió csúcson. De most látjuk, hogy egyébként valóban az történt, azóta ez a folyamat, ahogy te mondtad, most ért be, és a frakció engem is meglepő módon 84%-os többséggel döntött egy Lex Fideszről, mert hát ez teljesen egyértelműen a Fideszről szólt. István, el kell, hogy engedjünk, de lenne még kérdésünk hozzád, úgyhogy gyere majd máskor is ugye a Partizán stúdiójába, akár csak Skype-on keresztül is. Örömmel, állandó nézőtök vagyok, ráadásul még támogatótok is, mint a Független Sajtó támogatója, úgyhogy bármikor örömmel, és akkor most ne kapcsoljon át senki az ATV-re, majd nézze meg nálam Facebookon utólag. Köszönjük szépen, István, minden jót neked, szervusz, jó estét! Köszi! Hamarosan érkezik hozzánk Gyöngyösi Márton, a Jobbik Európai Parlamenti Képviselő. Az előzőekben Újhelyi Istvánnal, az MSZP Európai Parlamenti Képviselőivel beszélgettünk. A műsor folyam alapvetően a Fidesz néppárti frakcióból történő kiválását dolgozza föl. Nagyjából 6 órától kezdődően különböző blokkokban magyar újságírókkal beszéltük át, hogy miért került sor a kenyértörésre, és miért most került sor a kenyértörésre a Fidesz és a néppárti frakció között. És mi lesz ennek a következménye? Mi lesz a következménye az Európai Néppárt belső politikai törésvonalainak alakulására, az Európai Parlament esetleges törésvonalainak erősödésére, és hogy lesz ennek belpolitikai, hazai következménye? Erről is fogunk most beszélgetni Gyöngyösi Márton, aki itt van már velünk a vonalban. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai napon te egy olyan poszttal kommentáltad Orbáni kilépését a frakcióból, miszerint egy újabb lépést tettek afelé, hogy kiléptessék Magyarországot az EU-ból. Voltak olyan hangok, amelyek már korábban is felvetették azt, hogy esetleges eltávolodása a Fidesznek a néppártból eredményezhet egy erőteljesebb eltávolodást magától az Európai Uniótól is, de valóban megalapozott-e ez a félelem? Mitből következtetsz arra, hogy esetleg ez ténylegesen a kilépés felé tett újabb lépésnek egyik állomása? Ugye voltak ilyen hangok, 2019-ben az EP kampányban a Jobbik EP képviselőjelöltjeként ugye ezzel kampányoltam, és ezt nagyon sokszor elmondtam, és nagyon sokszor kaptam meg azt, hogy hát ez egy erős túlzás, meg ez valószínűleg egy ilyen retorikai fordulata részemről, és ennek alapvetően semmiféle alapja nincs. De hát azért látjuk azt, hogy 2015-16 óta a Fidesz folyamatosan olyan politikát folytat, ahonnan nincsen visszaút igazából. Ez ugye a migráció ellenes kampányból a Soros terven keresztül ugye egyenesen az Európai Uniónak a támadásáig vezetett, és én úgy látom, hogy alapvetően Orbán Viktor elkezdte azt a fajta politikát, főleg itt a vírus kezelés kapcsán is azt láttuk, hogy az Európai Uniónak a közös törekvéseit azt, ahol lehet, megpróbálja megtrópodni, és egyre inkább Kína és Oroszország felé kacsint. A te megítélésed szerint most, hogy Orbánék szakítottak a néppárti frakcióval, hol fognak találni maguknak pártcsaládot az Európai Parlamenten belül? Kikhez látod a legesélyesebbnek, hogy esetlegesen beülnek, vagy azt feltételezed, amit mások is utaltak már a mai műsorban, hogy valamilyen új erőcentrumot, pártcsaládot, esetlegesen frakciót fog majd kialakítani maga körül? Nagyon konkrét jelei vannak annak, ez ugye a felszólalásokból és a szavazásokból is már megmutatkozik, hogy a Fidesz az ICR-ral és a még az ICR-tól is jobbra lévő ID frakcióval közösen mozog az Európai Parlamentben. Ennek nagyon sok szemmel látható jele is volt a parlamenten belül. Én úgy gondolom, hogy azért nyilván nem eszik ilyen forrónakását, tehát most kiléptek a frakcióból, ettől még ugye az Európai Néppártnak a tagjai maradtak, szerintem addig, amíg függetlenként ülnek az Európai Parlamentben, addig tehát lehet jegelni ezt az állapotot, de amint a Fidesz elkezd lépéseket tenni egy másik frakcióhoz való csatlakozás irányába, szerintem a néppártban is megpecsételődik a sorsuk. Szerintem egyértelmű az, hogy a PISZ előkészíti a Fidesznek a helyet az ICR-ban, illetve Szijjártó Péternek az utazgatásai az elmúlt hónapban a nyugat-európai szélső jobboldal irányába, hát arra engednek következtetni, hogy ott a ID frakcióból és az ICR frakcióból akár egy külön pártcsalád is létrejöhet.
Ugye Újhely István utalt arra, hogy itt igazából a decemberi költségvetési vétóval kapcsolatos politikai elégedetlenség érett be a Fidesszel szemben. Te is ezzel magyarázod, hogy végül megszületett ez a mechanizmus az Európai Néppárti frakción belül a Fidesszel szemben. Te is azt gondolod, hogy a decemberi vétónak egy ilyen kvázi középen, vagy hát elhúzódó következménye az, ami a mai napon végül a Fidesz távozását eredményezte, vagy vannak más okok is, amelyek mögött állhatnak? Hát ez egy régóta gerjedő folyamat, tehát ugye azért a Sargentini jelentés óta szinte heti rendszerességgel látunk ilyen feszültségpontokat a Fidesz és az Európai Unió intézményei, illetve hát maga a néppárt és a Fidesz között, de valóban ez a tavalyi évben, ahol ugye nem csak egy koronavírus járvány terheli az életet, hanem ugye annak minden gazdasági, egészségügyi kockázata és hatása, és ugye az, hogy a Fidesz ezt folyamatosan megpróbálta blokkolni, ugye nem csak a 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagnak az összekovácsolását, ami egy történelmi lépés az Európai Unió életében, hanem magának a 7 éves költségvetésnek az összerakását, ez szerintem egy ilyen utolsó csepp volt a pohárba, és hát valószínűleg Manfred Weber legestapózása, meg a néppártnak a néppártot ugye a gestapóhoz hasonlítani, ez se gondolom, hogy hozzájárult a békés rendezéshez. Nyit-e ez a helyzet esetlegesen egy új lehetőséget a számotokra? Fogjátok-e kezdeményezni esetleg a csatlakozásotokat a néppárthoz? Mennyiben fogja ez felülírni a korábbi álláspontotokat a néppárttal szemben, illetve a néppárt esetleges álláspontját veletek szemben? Én azért látok arra utaló jeleket, hogy az európai szintéren is, és az Európai Unióban, és a néppártban is azért figyelemmel követik a magyarországi politikai eseményeket, és látják azt, hogy Magyarországon összeállt egy ellenzéki együttműködés, és hogy annak a Jobbik is egy aktív része, mint egy jobb-közép konzervatív párt. És én úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb nem csak a részünkről lesz meg ez az igény, hanem a fogadókészség is erre megszületik, de hát nyilván ehhez még az is kell, hogy a Fidesz elhagyja a néppártot. Én még ugye jelenleg még azt sem tudom értelmezni, hogy a Fidesz és a KDNP miként lesz képes külön mozogni ugye ebben a játékban. Ugye azt ismerjük, hogy a frakcióban bennmaradt a KDNP, tehát az IPP-nek a parlamenti frakciójában, miközben a Fidesz meg onnan kiült a Függetlenek közé. Tehát kellene az ehhez, hogy a Fidesz-szel ne csak a frakció, hanem a néppárt egészen megszakítsa a kapcsolatot, és hogy a megszülessen a igény is, meg a fogadókészség is erre. Erre meggyőződésem szerint a 2022 után, vagy akkor kerülhet erre sorra, 2022-es választásokat követően. Megelőzted egy kicsit a kérdésemet, mert ezt akartam volna föltenni még, hogy a te megítélésed szerint a taktikai okokon kívül mi már szolgálhatta azt a célt, hogy bent hagytak egy KDNP-s képviselőt az Európai Néppárti frakcióban? Tehát, hogy miért távozik 11 képviselő, de marad bent az egyik, hanem azért, hogy valamilyen módon továbbra is kvázi ott legyenek a tárgyaló asztalnál. Ez mennyiben ássa alá a Fidesznek azt a retorikáját, hogy ők véglegesen szakítottak magával a néppárttal, illetve maga a néppárt szintet fogja kezdeményezni ennek az egy KDNP-s képviselőnek az esetleges kizáratását a frakcióból? Én nem tudom, hogy ezt, ugye nem látom ugye se a belső mozgásokat ebben a tekintetben, de azért az európai szintéren a Fidesz és a KDNP az ugye két külön entitásként jelenik meg, még hogyha mi itt Magyarországon tudjuk is, hogy a KDNP az egy szatellitpárt, amelyiknek alapvetően semmiféle társadalmi bázisa és támogatottsága nincs, de azért mégiscsak ott kint, mint egy külön párt van bejegyezve az Európai Néppártba, és így gondolom, hogy a Fidesz külön tudta választani a KDNP-t, de hogy ez meddig tartható, azt nem tudom. És akkor záró kérdés, nyilván te európai parlamenti képviselő vagy, de felteszem, hogy azért rálátsz a hazai viszonyokra, sőt valószínűleg alapvető ismeretekkel rendelkezel, tehát tudnál arról beszélni egy kicsit, hogy szerinted milyen módon fogja alakítani a Fidesz támogatottságát ez a lépés? Látsz-e arra esélyt, hogyha nem is a fideszes magszavazókat, de mondjuk a külső karéjon elhelyezkedő kvázi bizonytalanokat, adott esetben
átgondolásra készítheti a szavazatukkal kapcsolatban, hogyha korábban akár 18-ban, akár 14-ben, vagy akár 10-ben a Fidesz támogatták, és azt feltételezték róla, hogy ezzel valamilyen módon egy európai elköteleződéshez is biztosítják a voksukat. Tehát ebből a lépésből, ami ma most a néppárti tagsággal kapcsolatban, a néppárti frakció tagsággal kapcsolatban meglépésre került a Fidesz részéről, elbizonytalaníthatja-e az Európai Unió iránti elköteleződésével kapcsolatosan a Fidesz-szel egyébként szimpatizáló, de nem elkötelezett szavazókat? Hát szerintem ugye ott számolta el magát a Fidesz, hogy a magyar emberek úgy általában Európai Unió pártiak Magyarországon, és ez a Fidesz támogatóira is igaz, még hogyha alapvetően hajlandóak is egy-két kritikai szempontot megfogalmazni, és ebben követni a Fidesz. De ezt a fajta szakítást és ezt a fajta trollkodást, amit a Fidesz itt az elmúlt években folytatott, ebben szerintem már egyre kevesebben tudják követni a Fideszt, és 2022-re nagyon könnyen a választásokig elérkezhetünk egy olyan pontra, ahol a választóinak egy nagyon nagy részét elidegeníti, hiszen engem például, mint magyar állampolgár, ejt kétségbe az, hogy a magyar kormánypárt, amelyik alapvetően kétharmados támogatottsága kormányozza Magyarországot, és egy erős kormányként jelenik meg itt a magyar belpolitikai szintéren, az teljes mértékben elszigetelte magát a nemzetközi környezetben és az európai politikában. És ez pedig a magyar nemzeti érdekérvényesítésnek a csökkenését jelenti, ami egy világjárvány közepén, aminek elképesztően súlyos gazdasági és társadalmi következményei lesznek, ennek nem csak politikai következményei lesznek. Tehát, hogy ez magyar állampolgárként engem rettenetesen aggaszt, függetlenül attól, hogy ellenzéki politikusként szemlélem ezt az egész cécót. És abszolút egy záró kérdés, egy eldöntendő kérdés. Ugye egykori pártársaid, a tőletek kivált Mi Hazánk mozgalom már rögtön bejelentette azt, hogy itt az ideje esetlegesen egy népszavazási kérdésnek a kiírására, ami az EU-s tagságról szólna. Kijelentető 2021-ben, hogy a Jobbik egy ilyen referendum kiírását már nem támogatná? Nem támogatná egy ilyen referendumnak a kiírását. Szerintem egészen egyértelmű az, hogy a magyar polgárok, a magyar emberek, azok az Európai Unió pártján vannak, és még hogyha az Európai Unió működésével kapcsolatban lehetnek is kritikák, én magam is nagyon sok kritikát megfogalmazok az Európai Uniónak a működésével kapcsolatban, mégis ebben a jelenlegi helyzetben pont most egy ilyen kérdésnek a fölvetése, ez több mint felelőtlenség. Gyöngyösi Márton, Jobbik LP képviselő, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szervusz, minden jót! Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót! Az előzőben Gyöngyösi Mártonnal beszélgettem, előtte itt volt velünk Újhelyi István, az MSZP LP képviselője, most pedig a műsor utolsó vendégeként Cseh Katalin fog majd érkezni, aki a Momentum LP képviselője. Ha esetleg most csatlakoztál volna be az adásba, akkor mondom, hogy ez a Partizán különkiadása, amelyet a Fidesz néppárti frakcióból való kilépése kapcsán szerveztünk. Az elmúlt nagyjából két órában újságírókkal beszéltük, illetve politikai elemzőkkel át azt a helyzetet, hogy miért hozhatta azt a döntést a Fidesz, hogy inkább nem várja meg, hogy kizárják őket a néppártból, hanem maguk lépnek egyelőre a frakcióból ki. Ugye a néppárti tagságuk továbbra is felfüggesztés alatt áll, de továbbra is tagjai a néppártnak, tehát van egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy bent is vannak és kint is vannak egyszerre a néppártban, illetve a néppárti frakcióban. Ezt azért is mondom, mert ugye KDNP-s képviselő továbbra is bennmaradt, tehát 11 fideszes képviselő távozott, egy KDNP-s pedig továbbra is bennmaradt. Hogy neki mi lesz a sorsa, azt egyelőre nem tudjuk, de lehet, hogy Cseh Katalin viszont tudja, aki már itt van velünk a vonalban. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Sziasztok, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Kezdjük ezzel, mert ugye ez már nagyon sokakat érdekel, és több beszélgetésben is feljött, hogy ugye 11 fideszes képviselő távozott, egy KDNP-s képviselő viszont bennmaradt a frakcióban. Mit tudsz ennek esetleges a hátteréről? A nyilvánvaló taktikai megfontolásokon túlmenően miért hozta a Fidesz ezt a döntést? És még fontosabb, hogy miért fogadta el az Európai Néppárti frakció ezt a helyzetet? Őszintén szóval fogalmam sincs. Valószínűleg közrejátszhat az, hogy a delegációk a legtöbb parlamenti pártban tudnak tanácsadókat delegálni, vannak olyan stábtagok, akik hozzájuk kötődnek, tehát könnyen lehet, hogy Hölvényi György megtartásával még olyan magyar stábtagok például a néppárt alkalmazásában maradhatnak, akik fontos információkat tudnak szállítani.
ezt tudom elképzelni, és ugye a második kérdésre pedig az a válasz, hogy most nem volt semmilyen kizárási szavazás. Most egyszerűen csak alapszabályt módosítottak. Ugye most nem indult el egyik párttal kapcsolatban sem a kizárás, egyszerűen csak a lehetőség nyílt meg erre. Az, hogy mi fog ezután történni, az a következő hetek, hónapoknak a folyamánya. De én nem teljesen értem, hogy Hölvényi György amúgy miért akar a néppártban maradni azután, hogy gyakorlatilag az összes szövetségese távozott. Ezt akartam kérdezni, azt el tudod képzelni, hogy pont ezt a mechanizmust, amit ma fogadtak el, ezt épp mondjuk a KDNP-s politikussal szemben fogják majd először élesíteni? Hát nehezen tudnám elképzelni, de nyilván attól is függ, hogy Magyarországon mi történik a következő időszakban. Habár őszintén szólva, nekem nagyon-nagyon kevés illúzióm van már az Európai Néppárttal kapcsolatban. Tehát látható az, hogy az Európai Néppártot az zavarja leginkább, hogyha a néppárti politikusokat támad a Fidesz. Az kevésbé zavarja őket, amikor milliárdokat lopnak, amikor a Népszabadságot bezárták, amikor a CEU-t kiüldözték. Ilyenkor azért mindig csöndben maradtak. Manfred Weber elmondta, hogy vörös vonal, aztán nem történt semmi. És ugye mikor történtek nagy dolgok? Amikor Jean-Claude Juncker kikerült az óriás plakátra, aki a néppárt színeiben volt bizottsági elnök, vagy amikor Deutsch Tamás, neki esett amúgy tényleg borzasztó jelzőkkel Manfred Webernek. Tehát én nem gondolom azt, hogy a néppárt most hirtelen megtalálta az elveit, azt már nagyon régóta elvesztette. A személyes sértettség, meg nyilván a német belpolitikai szempontok most erősebbek voltak a hosszú éveken át történő háttérben való lepacsizásnál, ami szerintem nagyon komolyan felelőssé teszi a néppártot, hogy miért is tolerálta 10 éven keresztül a Fideszt, amikor egyértelmű volt pedig, hogy azok a pro-európai mérsékelt értékek, amiket ők elvileg vallanak, Magyarországon egyáltalán nem jelennek meg a kormányzásban. Te a mai napon a Facebook oldalon úgy kommentáltad a hírt egyébként, hogy a politikai senki földjén találhatja magát a Fidesz Európában. Voltak azok a vélemények, amelyek arról szóltak, hogy ameddig a Fidesz a néppárti kötelékek között kellett, hogy politizáljon az európai szintén, az valamilyen módon egyfajta moderáló hatással lehetett az ő politikájukra. Látsz olyan veszélyt, hogy így most már kvázi békjóit végleg elvesztve a Fidesz sokkal radikálisabb jobboldali politikát fog majd folytatni, vagy ilyesmiről nem érdemes beszélünk, hiszen az elmúlt években már épp eléggé radikalizálódott, és ebben nem volt a néppártnak semmi fajta visszatartó ereje? Szerintem a néppárti tagság az pont, hogy támogatta azt a politikát, amit a Fidesz folytatott. Egyszerűen az, hogy Orbán Viktornak gyakorlatilag mindent elnéztek Európában. Az, hogy mindenféle probléma nélkül szektek meg európai bírósági ítéleteket, vagy hogy ilyen mértékben visszaéltek az EU-s pénzekkel, ebben szerintem elég nagy köze volt annak, hogy az Európai Néppárt nagyon befolyásos államfői, kormányfői, biztosai védték az ő hátukat. Hogy fog a Fidesz tovább radikalizálódni, simán el tudom képzelni. De nem gondolom azt, hogy ha a néppártban maradtak volna, ez ne történt volna meg. Egyszerűen az Európai Néppárt gyenge volt ahhoz, hogy a Fidesz akár megregulázza, akár kizárja időben. És ez egy olyan hiba, amit szerintem sokáig nem fognak megbocsátani Manfred Webernek az ő szavazói, vagy akár más olyan néppárti politikusoknak, akik elvileg mérsékeltek és pro-európaiak. Milyen politikai frontokat nyithat meg ez szerinted az Európai Parlamenten belül? Gondolok itt főként arra, hogy a ti pártcsaládotok, a Renew szerinted fog-e tudni most majd esetleg valamilyen módon a néppárttal szövetkezni annak érdekében, hogy azt a törésvonalat, ami most képződött kvázi a Fidesz és a néppárt között, tovább lehessen kamatoztatni? Ez jelent-e számotokra bármifajta új stratégiai, taktikai helyzetet? Mi ezzel kapcsolatban most a megítélésed? Arról szerintem fontos beszélni, hogy a néppárti tagság nagyon fontos jogalkotási felelősségekkel is jár. Tehát például pont a tegnap beszélgettem egy kollégámmal, aki egy közgazdasági jelentésen dolgozott, árnyék jelentéstevőként, aminek Győri Enikő volt a felelőse a néppárt színeiben, de mivel a legnagyobb frakció, ők kapják a legtöbb jogalkotási anyagot. És azt mondta, hogy a Győri Enikő által képviselt irányvonal, ami az összes szociális szempontot totálisan kizárta, azt, hogy a zöld átállás ellen minden eszközzel küzdött, nagyon nehézé tette azt, hogy ez a jogalkotás haladjon előre. Tehát olyan szempontból remélhetőleg átalakulás lesz a néppárt irányvonalában, hogy ez az ultrakonzervatív, szélsőséges, nőellenes, zöld átállás tagadó szárny, amit a Fidesz nagyon nagy erőkkel képviselt, ez gyengébb lesz. Tehát én remélem, hogy a néppárt jobb partner lesz, azért a néppártban is van számos olyan politikus, akikkel jól lehet együtt dolgozni. Például, amikor én a jogállamisági mechanizmuson dolgoztam, ott a
fő jelentéstevő néppárti volt egy finn képviselő, Petri Szárva, már tényleg nagyon-nagyon-nagyon korrekt elképzeléseket képviselt, szóval remélem ők lesznek többségben. Ami a néppárton kívüli életet illeti, valószínűleg Orbán most a következő időszakban a néppártól jobbra álló két frakciót próbálja majd valahogyan akár egyesíteni, akár megnövelni, felduzzasztani az egyiket. Tehát valószínűleg ő valamilyen szélsőségesebb, EU-ellenes blokkot próbál létrehozni, nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e neki, nekem itt komoly fenntartásaim vannak, de érdekes lesz mindenképpen, hogy hogyan alakul a parlamenti dinamika. De az kijelentető, hogy a ti politikai stratégiátok szempontjából ez most egy olyan értelemben jó helyzet, hogy segíthet tovább élezni azt a frontot, ami eddig talán kevésbé volt megragadható, ami a Fidesz és köztetek húzódik? És hogy ezt tudtok majd esetleg új szövetségeseket is nyerni a néppárti frakción belülről? Szerintem ez nem annyira új helyzet ilyen szempontból. A néppárt már régóta elfordult a Fidesztől. Elég megnézni, hogy a Magyarországgal kapcsolatos határozatokat milyen arányban szavazták meg. A néppárt nagy része már régóta a háta közepére kívánta a Fidesz, csak volt egy ilyen kis blokk, aki reálpolitikai megfontolásokban meg akarta őket tartani. Szerintem sokkal inkább az lesz érdekes, sőt szomorú számomra, hogy látni azt, hogy a magyar kormány mennyire fog még szélsőségesebb frakciók körébe kerülni. Ezzel Orbán Viktor tényleg elveszítette a lehetőségét arra, hogy azon a fórumon képviselje Magyarországot, amit az Európai Néppárt biztosít. Ugye ezzel a fórummal nem élt, sőt, rombolta Magyarország esélyeit, de most tényleg a képviselőiknek gyakorlatilag minimális beleszólásuk lesz jogalkotásba. Ennek amúgy én személyesen örülök, csak azért Magyarország számára mégiscsak szomorú, hogy ezzel az óriási befolyással, amit a néppárti tagság nyújtott, Orbán Viktor nem élt, hanem visszaélt. És akkor záró kérdés, képviselőtársa Gyöngyösi Márton úgy nyilatkozott a közösségi médiában, és itt is megerősítette a műsorban, hogy a Fidesz ezzel a lépésével az EU-ból való magyarországi kilépéshez került egy lépéssel közelebb. Megalapozottnak tartod-e ezt a félelmet, vagy adott esetben inkább túlzónak tartod? Mi erről a véleményed? Én nem gondolnám, hogy Magyarország lakossága, ami több mint 70%-ban támogatja az Európai Uniós tagságunkat, bármikor is egy EU-ból való kilépést megszavazna, és ezt nem Orbán Viktornak sem áll érdekében kilépni az Európai Unióból. Neki pont az adja a súlyát a világpolitikában, amit sajnos sokszor Magyarország érdekei ellen használ, hogy egy kvázi kompországként próbál üzemelni a keleti diktatúrák, illetve az Európai Unió és ugye más szövetségesünk a NATO között. Tehát Orbán a saját politikai erejét veszíteni el, hogyha kilépne az Európai Unióból, nem is beszélve arról a rengeteg pénzről, amit az Európai Újraépítési Alap jelent. Éppen ezért fontos az, hogy a jogállamisági mechanizmus most tényleg elkezdjen működni, most, hogy már a néppárt sem tudja ezt megakadályozni, hogy tényleg el tudjuk érni azt, hogy Orbán ne tudja a saját és baráti körének gazdagodására használni az EU-s pénzeket, hanem Magyarország gazdasági felzárkózását tudjuk ebből segíteni. Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szervusz, minden jót! Köszönöm szépen, sziasztok! Ez volt a mai rendkívüli adásunk, amely a Fidesz Európai Néppárti frakcióból történő kilépése kapcsán szerveződött. Az előzőekben európai parlamenti képviselők voltak a vendégeink, itt volt velünk Újhelyi István, Gyöngyösi Márton, illetve Cseh Katalin, illetve 6 órától kezdődően különböző panelekben újságírókkal, elemzőkkel beszéltük át, hogy miért kerülhetett sor erre a kenyértörése, illetve mik ennek a legfontosabb európai parlamenti, európai szintéri, illetve magyarországi belföldi következményei. Hamarosan vég lesz az élő adásnak, és akkor vissza tudod nézni ezeket az interjúkat, beszélgetéseket is, ha esetleg nem maradtál volna róla. Aki pedig a YouTube-on követ bennünket, ott volt egy kisebb technikai malőr, tehát ott megindult az adás fél időnél nagyjából újra. A korábbi videóban visszakövethetőek a korábbi beszélgetések, a második videóban pedig a második fél időnek a beszélgetései. Aki pedig a Facebookon nézett minket, ott elviekben szakadásmentesen tudtuk közvetíteni végig a műsort. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenképpen iratkozz fel akár a csatornánkra, akár a Facebook oldalunkra, attól függően, hogy hol követsz bennünket. Ha lehetőséged áll, akkor kérek, hogy fizess elő a Partizánra, a Patreon oldalunkon keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha a Facebookon nézel, akkor elvileg itt mellettem, ha a YouTube-on, akkor pedig elvileg itt alattam. Ha pedig nem szeretnél a patronálunkká válni, hanem egy egyszeri hozzájárulással szeretnéd segíteni a munkánkat, akkor azt is megteheted. Van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk. Ezeken keresztül is előre is köszönjük azokat az adományokat, amelyeket felajánlottok a számunkra. Az Instagramon Partizán Politika névvel találtok meg bennünket, és van egy Facebook csoportunk is,
aminek Partizán társalgó a címe, oda is várunk benneteket, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha pedig nem szeretnéd nézni, hanem inkább hallgatnád a Partizánt, és nincsen YouTube Premium előfizetésed, akkor azt is megteheted, a különböző podcast csatornákon szintén fönt vagyunk, megtalálhatóak vagyunk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, jó estét kívánok, jó szórakozást, minden jót, Gulyás Márton voltam, ciao.